Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 1956-os forradalom és szabadságharc, Tolna vármegye szerte megemlékeztek. Több növényt is megviselt a nyári időjárás, aratási eredmények Tolnából. Tolna vármegye szerte megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, akik szembeszálltak a szovjet elnyomással 68 évvel ezelőtt, október 23-án. A következőkben tekintsék meg a megemlékezésekről készült összefoglaló beszámolónkat. Ekkor elszabadultak az indulatok, és megkezdődött a harc a Pesti utcákon. Szekszárdon a Szent István téri 1956-os emlékműnél emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc hőseire. Műsort adtak a Bezerédi István Technikum diákjai, emlékező beszédet mondott Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogováros polgármestere. 1956 szelleme mérce ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk. Egy nemzet. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak. A megemlékezésen egyházi áldást mondott Vadászi Dániel metodista lelkész. A megjelentek végül közösen helyezték el koszorúikat az 1956-os emlékműnél. A megemlékezéssel egybekötve Tisztelet a Hősöknek címmel ünnepi hangversenyt is rendeztek a Szekszárdi Művészetek Házában. Balogh Zoltán, Tolnaváros polgármestere a település művelődési központjában tartotta meg ünnepi beszédét. Szavait idézve, az 56-osok hősiessége éppen abban áll, hogy a kezdetben legalábbis bizonytalan, később pedig már reménytelenné váló helyzetekben is vállalták a kitartó küzdelmet, és akár a halált is. Az 1956-os forradalom nem csak egy fejezet a történelemkönyvben, hanem történelmünk azon eseménye, amikor az ország lakossága egy emberként lépett fel egy közös ügyért, a kommunista diktatúra elsöpréséért, a szovjet megszálló csapatok kivonulásáért. Ezért ragadtak fegyvert sokan a magyarok közül. 1956-ban együtt dobbant meg az ország szíve, mert a megnyomorított lakosság úgy érezte, most van itt az idő, most lehet elérni az idegen csapatok kivonását. A rendezvényre a Szent István Katolikus Gimnázium készült ünnepi műsorral. Az 1956-os Tolnán megtörtént eseményeket dolgozták fel produkciójukban. A műsor az úgy fog kinézni, hogy vannak benne korabeli dalbetétek, vagy zenei betétek zongorán, illetve válogattunk fényképeket is. Részben az internetről találtuk ezeket, részben pedig abból a monográfiából, és a korabeli feljegyzéseket is találtunk abból az időszakból, az 56-os időszakból. Úgyhogy nem csak magát a forradalom eseményeit jelenítjük meg egy picit, hanem annak az évnek a tolnai történéseit, hiszen akkor volt a jegesár tavasszal, volt szénszünet tavasszal. A műsort a diákok zenés előadásokkal színesítették. Beethoven 5. szimfóniáját is hallhattuk a színpadon. Több száz ember gyűlt össze Dombóvár főterén, hogy tiszteletét rója le az 1956-os hősök előtt. Az 56-os hősök olyan emberi tulajdonságokkal rendelkeztek, és olyan eszméket képviseltek, amelyeknek mind a mai napig és a jövőre vonatkozóan is mondani valója van. Tehát a kiállás, a bátorság, a hűség, a hazaszeretet, mind-mind olyan szent emberi érték, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyeket képviselünk mi is, és remélhetőleg képviselnek az utódaink is. Tisztelet nekik ezért. A méltó megemlékezés nívós előadását a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai adták elő. Belegondol ilyenkor az ember abba is, hogy
vajon mi mit tennénk, hogyha mi is ilyen világban élnénk, és hogy vajon mi tudnánk-e olyan bátran cselekedni, mint ahogyan annó az őseink 56-ban. Az október 23-ai tiszteletadás az 1956-os emlékműnél koszorúzással ért véget. Bátaszéken is koszorúztak azok emlékére, akik hősi halált haltak az 1956-os forradalomban. Ezt követően pedig a művelődési házból először a sétánkat a Mansfeld Péter kopja fához ejtjük meg, ahol szintén elhelyezheti mindenki opcionális jelleggel a koszorúit, majd itt a Városháza épülete előtt az 56-os emléktáblánál hallgatja meg a közösség és a közönség az erre felkért szónok ünnepi beszédét. Fontos, hogy a fiatalok megismerjék, mit is jelent a mai napig az ünnep a magyarok számára. És velük is kell, én azt gondolom, beszélgetni a történelem, a magyar történelem eseményeiről is, akár 56-ról, és nem csak október 23-án. Faddon az 1956-os ünnepségen a megemlékező kopjafánál koszorúztak. Ezt követően a Gárdonyi Géza általános iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter Kiplerec. A műsort követően beszédet mondott Bordács József, a település polgármestere. A forradalom, amelyet bár vérbe folytottak, nem tűnt el nyomtalanul a történelem süllyesztőjében. Üzenete a mai napig itt él közöttünk, annak ellenére, hogy az életüket, a magyar szabadságért feláldozó hősöket jeltelen sírba, arccal föld felé fordítva, összekötözve temették el. Felszólal Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke is. Aki egy kicsit is ismeri a magyar virtust, tisztelt megemlékezők, kedves barátaim, az tudja, hogy ez a nép sohasem adja fel. Magyarország és a magyarok sohasem felejtenek. Nagymányokon egy perces néma csenddel emlékeztek meg a nemrég elhunyt Potápi Árpád Jánosra, nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjére, aki épp nagymányokon mondott volna beszédet. Helyette ezt Bartucz Máté polgármester tette meg. 1956-os forradalom nem csak a múltunk része, hanem a jövőnk iránymutatója is. Arra tanít minket, hogy ne feledjük, a közösség ereje, az összetartás és az igazságba vetett hit minden nehézségen átsegíthet minket. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsorral készült. Több ezer ember kíséretében október 24-én csütörtökön végső nyugalomra helyezték Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét Bonyhádon. A temetésen Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és a magyar kormány több tagja is elbúcsúzott a politikustól. Potápi Árpád János egy héttel ezelőtt életének 57. évében hunyt el tragikus hirtelenséggel. Teljes terjedelmében égett egy családi ház hétfőn délután Szakályon. A tűzesethez a Tamási önkormányzat és a Dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzben háziállatok hullottak el, személyi sérülés nem történt. Az épület 2 felnőtt lakója a rokonaikhoz költözött. Személygépkocsi és motoros ütközött kedden délután Bátaszék térségében. A motorost mentőhelikopter szállította a pécsi kórházba, míg a gépkocsi 2 könnyebben sérült utasát a szekszárdi kórházba vitték további kivizsgálás céljából. Átszakította a szalagkorlátot, majd az árokban állt meg egy személyautó szerda délelőtt az M6-os autópályán Paks magasságában. A mentők a gépkocsi mindkét utasát könnyű sérüléssel szállították a szekszárdi kórházba. 7. alkalommal szervezett szezonzáró motoros gurulást a Geronimo Motoros Klub. A motorosok Szekszárdról indulva Tolnán, Faddon, Dunaszentgyörgyön, Kakasdon és Bonyhádon áthaladtak egészen Nagymányokig. A klub gyűjtést is szervezett, mellyel a Fizióközpont a fogyatékkal élőkért alapítványt lehetett támogatni.
Tolna vármegye védelméért emlékérmet adtak át a Tolna vármegyei területi védelmi bizottság ülésén. Az elismerést olyan személyek kaphatják, akik Tolna vármegye védelméért kiemelkedő tevékenységet folytatnak valamilyen területen. Elismerést vett át Ugodi Andrea, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke, Sélleiné Töttösi Erika, a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály munkatársa, Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Markovics György, tartalékos ezredes, Vajda Gábor, az Országos Mentőszolgálat műszaki vezetője, valamint Gajárszki Rudolf, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársa. Állománygyűlésen mutatkoztak be a polgármesteri hivatalban Szekszárd újonnan megválasztott alpolgármesterei Máté Péter és Fúsz György. Máté Péter Facebook oldalán azt írta, önkormányzati képviselőként a legtöbb munkatárssal eddig is napi kapcsolatban volt, alpolgármesterként viszont némiképp más helyzetbe került. Új pozíciójában a városüzemeltetés hatékony működtetése lesz a feladata. Az alpolgármester kollégáival együtt egy gyorsan reagáló, egymással kommunikáló, olajozottan funkcionáló egységet szeretne alkotni, amelynek célja a helyiek elégedettségén túl az eredményes és hosszú távú megoldások kidolgozása és megvalósítása. Forradalomkupát, amatőr labdarúgó teremtornát rendeztek Bonyhádon az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. A viadalt, amelyet idén negyedik alkalommal tartottak meg, egy új bajnok, az SND FC nyerte. A torna legjobb játékosának Bognár Sándort választották meg a La Cool csapatából. A napokban ülésezett a Tolna vármegyei aratási koordinációs bizottság. Az idei nyári extrém időjárást követően az aratási eredményekről vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke számolt be. Tolna vármegyében a napraforgó aratását már befejezték a gazdálkodók. Ebből összesen több mint 39 ezer hektáron betettek. A napraforgó termés eredményét és minőségét is befolyásolta a hatalmas nyári hőség. Az elmúlt évekhez viszonyítva alacsony lett a termés átlag 2,98 tonna per hektár, és a minősége is kicsit rosszabb lett, 42-43%-os az olajsav tartalma a betakarított napraforgóknak, ezért sajnos a gazdálkodók negatív bonifikációval alacsonyabb áron tudták értékesíteni. Kukoricát több mint 63 ezer hektáron vetettek, 6,6 tonna per hektár átlaggal, ami alacsonynak számít az elmúlt évekhez képest. A kukorica minősége szintén nem a legjobb. A rendkívüli hőség toxin problémákat okozott. Viszont gazdálkodói szemmel úgy látjuk, hogy ez a toxin probléma az átvevők részéről túldimenzionált, a piaci ár befolyásolása végett. Ugye a toxinfertőzés a rendkívüli hőségnek betudható, viszont egész Kárpát-medencét érintette ez a hőség, de toxin probléma csak Magyarországon fordul elő, vagy toxin problémával csak Magyarországon küzdünk. A kereskedők a toxinos kukoricáért rendkívül alacsony, tonnánként 40-50 ezer forintot, míg az egészséges kukoricáért 75-80 ezer forintot fizetnének. A szója termés eredménye szintén alacsony lett. A cukorrépa esetében pedig a gyökérrothadás veszélye áll fent, ami szintén befolyásolja a minőséget. A hektikus időjárással kapcsolatos anomáliákkal együtt kell tudnunk élni. Itt technológiai fejlesztéssel, precíziós gazdálkodási elemek bevezetésével tudunk védekezni, egyre hatékonyabban és egyre azt gondolom, hogy profibb módon kell a gazdálkodóknak termelni, hogy hatékonyak tudjanak lenni. A jövőben lehetséges, hogy növényfajváltáson is el kell majd gondolkozniuk a gazdálkodóknak. A kukorica kiváló alternatívája lehet például a cirok, ami sokkal jobban tűri a szárazságot. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Megpróbálta újra, elbukott. Nem tud változtatni a működési szabályzaton a pécsi polgármester. Az 56-os diákparlamentre és a hősökre emlékeztek. Koszorúzást tartottak a Pécsi Egyetemen. Zöld fűtésprogram. Sok rászorulónak segít a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat.
Hiába nyújtotta be újra a közgyűlés szervezeti működési szabályzatának módosításáról szóló javaslatát a pécsi polgármester, megint leszavazták azt a pécsi képviselők. A városvezető továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem megválasztott tagokkal töltse fel az önkormányzat bizottságait. Ez pedig ellenállást váltott ki a jobboldali képviselőkben, akik kifogásolták, hogy nem egyeztet velük a városvezető. Hogyan működjön a képviselőtestület, miként alakuljanak a bizottságok, kik lehetnek ezek tagjai? Ilyen kérdésekben ad iránymutatást a pécsi közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, vagyis az SMS. Ennek módosítása szerepelt elsőként a képviselők előtt a keddi közgyűlésen. A polgármester javaslata került újra elő, amit az alakuló ülésen már benyújtott. A polgári oldal azt kifogásolta, hogy egyeztetés nélkül őket kihagyva akar módosítani ezen a szabályzaton Péterfi Attila. Mégiscsak több mint 20 ezer ember szavazott nekünk bizalmat. A legnagyobb politikai közösség, 11 fővel mi vagyunk, az úgy nem járja, hogy polgármester úr minket meg akar kerülni, a mi javaslatainkat nem akarja meghallgatni, és nem akarja figyelembe venni egy előterjesztés benyújtását megelőzően. Ugye lesznek majd az SMS-ben olyan módosító indítványaink, amivel rákényszerítjük erre az együttműködésre a polgármestert, de addig is elvárnánk azt, hogy hát ezt a fajta együttműködést éppen az önkormányzat működőképességének a biztosítás érdekében ezt tanúsítsa. Egy órás vitát gerjesztett ez az ellentét kedden az ülésteremben. A frakcióvezető kitért arra a konkrét javaslatra, amit nem tudnak támogatni az SMS módosításában. Nem választott személyeket beemeljünk a bizottságokba, és nekik szavazati jogot adjunk, ezzel ugye eltorzítva a választói akaratot. Van olyan város, ahol ez működik, van, ahol egyébként ilyen nincsen, ugye Pécs is ezek közé tartozik, hogy ilyen nincsen. Mi a magunk részéről, főleg a jelenlegi kiélezett, kényes egyensúlyi helyzetben semmiképpen nem javasolnánk azt, hogy akár az egyik, akár a másik oldal javára nem választott képviselők, hanem egyfajta ilyen közgyűlési alku keretében több lesz szavazati jogot adjunk olyan személyeknek, akik nem indultak. Így kapnának a választók felhatalmazásának hiányában szavazati jogot a pécsi ügyekben bizonyos emberek, félő, hogy ezeket politikai alapon bíznák meg és jutalmaznák őket, érveltek a polgármester javaslata ellen a testületi ülésen. Az ÖPE frakció vezetője szintén azt emelte ki, hogy nem változott a városvezető korábbi hozzáállása. Amit a vitában is elmondtam, az a partnerség, amit polgármester úr a választási vereség alkalmával június 9-én is deklarált, és az expozéjában és a múlt közgyűlésen megfogalmazott, hogy partner kellő időben, kellő mélységű egyeztetésre fog sor kerülni, ez viszont nem történt meg. Ő hivatkozott arra, hogy két alkalommal kezdeményezett egyeztetés, de hát 137 nap alatt durván 65-70 naponta egyeztetni egy ilyen horderejű ügyben nem gondolnám, hogy kellő mértékű és mélységű egyeztetésre utal, tehát az egész módszerrel, a tematikával, hogy nekem úgy jött le, hogy mintha ott folytatnák, ahol abban hagyták. Végül a polgármester SMS módosítási javaslatát nem szavazta meg a testület, mivel a támogató szavazatok száma nem érte el a 13-at. Ennyi igen kell a pécsi közgyűlésben, hogy egy előterjesztés többségi támogatást kapjon. Ezért jelenleg marad a régi SMS hatályban a következő testületi ülésig. Koszorúzással, ünnepi műsorral emlékeztek az 1956-os diákparlament megalakulására a Pécsi Tudományegyetemen. Ez a szerveződés adta később a forradalom egyetemista hőseit. Köztük Debreceni Lászlót, aki tevékenységért börtönbe került. Az 1956-os forradalom pécsi egyetemista hőseire emlékeztek ezzel a műsorral a JESZ színészei a PTE Rákóczi úti épületének udvarán. Itt alakult meg a forradalom előestéjén a diákparlament. Ehelyütt tartották meg a fiatalok, a pécsi egyetemisták, elsősorban az orvostudományi kar hallgatói, akkori orvosi egyetem hallgatói, a jogász hallgatók, illetve a pécsi tanárképző főiskola hallgatói, azt a diákparlamentet, amelyet kezdetben a hatalom szervezett volna meg az elégedetlenségek levezetésére.
de aztán később ez egy önálló mozgalommá indult, mint ahogy Szegeden és Budapesten is a fiatalok vették kezükbe az irányítást, és ennek a diákparlamentnek az elnöke volt dr. Debreceni László, akit ezért a tevékenységéért börtönbe zártak. Az egyetemről is kizárták, csak évek múlva engedték meg, hogy befejezhesse tanulmányait. Végül a bányászok orvosa lett, és olyan közéleti tevékenységet folytatott, ami miatt méltán emlékezhetünk rá. A Pécsi Tudományegyetem rektora az elmúlt évben egy díjat alapított az ő tiszteletére, hogy a legkiválóbb hallgatók, akik a tanulmányaik mellett az egyetemi közéletért is sokat tesznek, őket ebben a díjban részesülnek. Két ilyen hallgatót, egy graduális és egy doktorandusz hallgató részesült ebben a mostani ünnepségen is díjban, és átadásra is került, ahol Debreceni László özvegye is részt vett, és a férje által írott könyvet adta át még emlékül. Az 56-os fiatalok példája a mai egyetemistáknak is útmutató lehet, mondja Lengvárszky Attila. A 2024-re vetítjük ezt, továbbra is azt mondom, hogy merjünk magyarok lenni, merjünk az igazság mellett kiállni, és merjünk a demokrácia mellett kiállni az egyetemen és a közéletben egyaránt. Debreceni László évtizedekig adta tovább a fiataloknak 56 szellemét, mondta el, mit jelent a hazaszeretet, és ők mit tehettek abban a politikai helyzetben, miért harcoltak a szabadságokért. Az utódok küldetése, hogy ezt a feladatot tovább vigyék, mondta a vármegyei önkormányzat elnöke. Debreceni Laci bácsi emlékét őrizve azt a vitalitást és azt az elkötelezettséget, amelyet ő egész életében képviselt, azt továbbadjuk, és nagy szerencse, hogy nagyon sok képanyag, film és visszaemlékezés áll rendelkezésre, úgyhogy azt szeretnénk Polgári Szalonnal közösen, hogy legyenek olyan programok az iskolákban is, ahol ha már nem is maga fizikai valójában, de mégiscsak Debreceni Laci bácsi gondolatait részévé tudjuk tenni az oktatási intézményeinknek az 56-os forradalom és szabadságharca való emlékezés jegyében a következő időszakban. A Pécsi Egyetemi épület falán két emléktábla áll. Az egyik a Diák Parlament megalakulásának tiszteletére, a másik a Pécsi Polgári Szalon Egyesület jóvoltából Albert Camus, Nobel-díjas író, az 56-os forradalmat dicsőítő megnyilvánulásának emlékére került ide. Ezeket koszorúzták meg az ünneplők október 22-én. Több ezer családnak segíthet a télen a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat pályázata a felzárkózó települések programban. Az elmúlt években a humanitárius szervezet 20 napelemparkot létesített országszerte, amelynek árambevételeiből hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló családokon segítenek. Idáig több mint 20 ezer család téli fűtését támogatják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 4 évvel ezelőtt kísérleti jelleggel épített Tiszabőn napelemparkot. Az ott termelődött áram 70 család téli fűtését könnyítette meg. Tiszabőn ez egy kísérleti program volt, de utána még a visszajelzések megszülettek, és kiderült, hogy ez milyen jól működik. Utána ebből egy országos program lett, és minden helyszín mellé nem tudunk naperőművet építeni, de és ezért így a helyszínek tulajdonképpen inkább szimbolikus jelentőségűvé váltak. Azóta 20 településen 21 szociális naperőmű létesült uniós forrásból. Mára mindegyikük termel, az így befolyt összegből pedig a Szeretetszolgálat számos szociálisan rászoruló családnak tud segíteni a téli időszakban. A pályázati felhívás hetekkel ezelőtt megjelent, és több mint 600 esetben sikeresen elbírált pályázatról beszélhetünk már, tehát ahol a családok már tudják, hogy ők támogatásban részesülnek. A támogatást viszont nem pénzben adjuk oda a családoknak, hanem előrefizetős mérőórára feltöltött egyenleg formájában. Ahol nincs előrefizetős mérőóra, egyébként sok helyen van, de ahol nincs előrefizetős mérőóra, ott az előrefizetős mérőórának a beszerelése még egy ilyen szükséges tennivaló, amit meg kell oldani. Ezt ugye az áramszolgáltatótól kell kérelmezni. A
rászoruló településen, vagy a rászoruló családok döntő többségük védendő fogyasztónak minősül a helyzetük folytán, és akkor térítésmentesen kapják ezt az órát. Ha valaki nem kapja meg térítésmentesen, és fizetnie kellene érte, akkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megfinanszírozza ennek a költségeit. Ötvöskonyiban is létesült napelempark, amely nyáróta áramot is termel. Itt jelenleg két család tud majd élni a támogatással. Ebbe a kis szobába szerettünk a panel, arra a falra, ide már elvileg a falon lesz, és mert itt fönt nincs lehetőség fűtésre, igazából csak árammal tudunk itt fűteni. A hamarosan érkező norvég fűtőpanel helyét mutatja Somogyin és Sas Szilvia. Otthonukban 8-an élnek. Nagy segítség számukra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zöld fűtés pályázata, amelynek keretében októbertől áprilisig segít a rászoruló családok fűtését. Szerintem nagyon sokat tudok ebben spórolni, mert ugye azért egész nap megy egy fűtés, áram, hát az nagyon sok, mivel hogy feltöltős órán van, így nagyon sokat költök az áramra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat másfél éve van jelen és segít Ötvöskonyiban. Felzárkózó települések programban idén-nyáron telepítette szociális naperőművét a településre. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. 1956-os forradalom és szabadságharc, Tolna vármegye szerte megemlékeztek. Több növényt is megviselt a nyári időjárás, aratási eredmények Tolnából. Pénteken napsütéses időre számíthatunk. A fátyol felhőzet itt-ott időszakosan megvastagodhat, majd ismét elvékonyodik. Általában gyenge, a Dunántúl térségében mérsékelt erősségű déli szél fúj. Éjszaka csillagfényes égbolt, nyugodt, eseménytelen idő következik. Hajnalra párásság, foltokban köd képződhet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!